Nagy érdeklődés övezte a HMDK vidék és gazdaságfejlesztési programjával kapcsolatban tartott tájékoztatót, amelynek témája a horvátországi magyarságot leginkább foglalkoztató magyarországi gazdasági támogatásra kiírt pályázati lehetőségek ismertetése volt. Az Eszéki Magyar Iskola Központban megtartott lakossági fórumon megjelent gazdákat, vállalkozókat és termelőket arról tájékoztatták, hogyan valósul meg a horvátországi magyarság gazdaságfejlesztési programja, amit Magyarország kormánya támogat. A magyar kormány elfogadta a HMDK 2016-2020-as időszakra vonatkozó vidék- és gazdaságfejlesztési programját, a Magyar Országgyűlés pedig megszavazta a 2017-es költségvetési részt is. Ennek eredményeként a HMDK 5 éves gazdasági programja 500 millió forintos összeggel szerepel a 2017-es magyar költségvetésben. Többek között erről is tájékoztatták az érdekelteket azon a lakossági fórumon, amelyre a leendő pályázók kaptak meghívást. Jakab Sándor, a HMDK elnöke elmondta, hogy a gazdaságfejlesztési program lebonyolítására egy alapítványt hoznak létre, a vajdaságiakhoz hasonlóan, amelynek egy öttagú kuratóriuma lesz, akik a pályázati kiírásokról és a beérkezett pályázatokról döntenek majd, illetve javaslatot tesznek, a végleges döntés azonban az anyaországban születik meg. Horvátországi magyarságnak szükség volt egy gazdaságfejlesztési programra, így a HMDK elkészítette a vidékfejlesztési és gazdasági stratégiáját, programját, amit a magyar kormány elfogadott, és az ez évi költségvetésbe 500 millió forinttal támogatni is fog. A mai nap a megvalósításnak egy fontos állomása. A budapesti vendégeink tájékoztatót adnak a megvalósítás menetéről. Nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy első körben mire fogunk és mire tudunk majd pályázni, és milyen feltételek mellett. Erről szól a mai nap. A tájékoztató fórumon Skapinyec Péter, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Közép-Európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat igazgatója, valamint a vajdasági és a kárpátaljai programok kuratóriumi tagja a vajdasági tapasztalatokról beszélt, és több hasznos tanácsot adott a leendő pályázóknak is. Kisparciú Péter, a Külkereskedelmi és Külügyminisztérium határmenti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkára pedig arról beszélt, hogy a magyar kormány számára prioritás a határmenti területek gazdasági fejlesztése, a határon túli gazdaságfejlesztési programok pedig ezt a célt szolgálják. A mezőgazdaság mindig is kiemelt szerepet töltött be a Kárpát-medencében, és ezért sok esetben ez visszaesett, de mégiscsak egy kitörési pontot ad a Kárpát-medence számos területén, így itt ebben a térségben is a közösség fejlődésére. Tehát a mezőgazdaság kiemelt szerepet fog kapni. A turizmus fejlesztés, úgy gondolom, hogy a Drávaszögben is egy gyönyörű turisztikai attrakciók vannak, amelyeket meg kell jobban ismerni. Ezeknek a támogatásával komoly előrelépéseket tudunk elérni. És hát a vállalkozásfejlesztés, úgy általában a kis- és középvállalkozások támogatása, a kisiparosoknak a támogatása. Tehát egyáltalán annak az ösztönzése, hogy minél többen kezdjenek el vállalkozni, azt is fontosnak tartjuk. Tehát itt első körben ugye a meglévő vállalkozásokat szeretnénk támogatni, de hosszabb távon azt is szeretnénk ösztönözni, hogy minél több új vállalkozás alakuljon, ezáltal őket is, ugye a fiatalokat elsősorban arra, hogy vállalkozásokat alapítsanak, és ezáltal itt boldoguljanak az otthonukban. A gazdaságfejlesztési iroda vezetője Pajrok Andor közgazdász lesz, aki a támogatás nagyságrendjéről és megvalósításának módjáról, valamint a gazdaságfejlesztési program első pályázati felhívásainak elképzeléseiről beszélt a résztvevőknek. Az első körben a pályázati kiírás tekintetében mind a mezőgazdasági, mind pedig a mikro, kis és középvállalkozások számára elérhető pályázati kiírásban gondolkodunk, tehát támogatásokban gondolkodunk. Egyrészt a mezőgazdasági földterület vásárlását támogatni vélnénk, másrészt pedig a különböző műveléshez szükséges gép és eszközpark beszerzését, illetve a kis és középvállalkozásoknak az eszközparkjának a felújítását is célul tűznénk.
A program keretében meghirdetett pályázatokra jelentkezhet minden olyan Eszék, Baranya megyében, illetve Kórógyon és térségében élő horvátországi gazdálkodó, aki magyar nemzetiségű és a horvát állampolgárság mellett rendelkezik magyarral is. A magyar kormány visszanemtérítendő támogatással és kedvező kölcsönöket biztosító programmal segíti a horvátországi magyar gazdálkodókat, akik termőföldvásárlásra, a mezőgazdaság gépesítésére, modernizálására, állattartó telepek létesítésére és fenntartására, illetve vállalkozások alapítására pályázhatnak.